nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Alekszej Vaszilyevics Kivanyenko professzor urat, a történelemtudományok doktorát Szibériából, Burjátföld fővárosából, Ulan-Udéből, és Fuchs Sándor urat, a Magyarok Világszövetsége elnök helyettesét, a Világszövetség által létrehozott Petőfi Bizottság koordinátorát. A szibériai kutatást szeretnénk bemutatni, amely Petőfi életének és halálának körülményeit vizsgálta. Most bemutatunk egy könyvet, amely a napokban jelent meg a Barguzini kutatás egyik résztvevőjétől. A könyvet Borzák Tibor írta, címe Titkok a Barguzini csontváz körül. Már Arany János sem hitte el, és Jóka is expedíciót fontolgatott, amikor Petőfi eltűnt. Arany János az Emlények című költeményében így írt Petőfiről. Kinékem álmaimban gyakorta megjelensz, korán elhunyt barátom. Van éjjel, síri fádon, mutatni hol pihensz. Ó, mert hiába költ már a hír nekem mesét, hogy még tán eljövendesz, tudom én, mit jelent ez, ellenmondó beszéd. Igen, a hír halálot kimondani haboz, s hogy a nehéz követség nagyon zokon ne essék, szavában ingadoz. Majd elragadja tőlem a már adott reményt, majd amidőn elillant, távolról visszacsillant, még egy csalóka fényt. Hány bús alakban látom éjjel te képedet, sírból meg annyi árnyak, s kik onnan visszajárnak, nem hoznak életet. Behantozatlan áll hanvai fölött a hely. Hol merre nyugszik ő, nem mondja semmik ő, nem mondja semmi el. S hazám leányi közt nincs egy Antigoné, ki sírját fölkeresve, hantott föléjenyesve, virággal hinteni. Most azt szeretném megkérdezni Kivanyenko úrtól és Fuchs Sándor úrtól, hogy milyen bizonyítékok vannak,
hogy Petőfi Szibériában még néhány évet élt. Történelmi, néprajzi, irodalmi, verstani és antropológiai bizonyítékaik vannak. Erre lennék kíváncsi. За 30 лет исследования проблемы Петефи в Сибири, экспедиции Мегаморф. Több mint 30 éves kutatás eredménye és a Barguzinban Morvai Ferenc által szervezett expedíció kutatásának az eredménye is az, hogy Petőfi Sándor több más hadifogójal együtt Szibériába került a 1848-49-es szabadságharc után, és Barguzinban élt és ott halt meg. Nagyon sok emlék van és elbeszélés, amit a múlt század 20-as éveiben gyűjtöttek, például Eliasov és Gurevics professzorok, akik helyi lakosok is voltak, ott születtek a faluban, az emlékezet arról szól, hogy élt a faluban egy Petrovics nevű ember, aki nagyon távolról jött, fogoly volt, száműzött, és ott is halt meg. Этим людям уже было по 90-100 лет, но они сохранили ясную память и még éltek több mint 90 éves emberek ebben az időszakban, akik gyerekként ismerték Petőfit, és elmondták, hogy ott élt, verseket írt, színdarabot rendezett, gyógyított embereket, tehát nagyon közkedvelt, művelt ember volt, és úgy meséltek róla, mint egy távolról jött, de ismeretlen embert, csak Petrovics néven ismerték. Эти воспоминания и плюс шесть стихотворений, которые мы нашли, значит, в Баргузине, Fönnmaradt versek, melyek közül magyarok, de oroszok vannak egyelőre többségben, részletesen leírja Petőfi Sándor az életét, a segesvári csata körülményeit, az érzéseit, a gondolatait, szabadságvágyáról ír. Ezek a versek egyértelműen utalnak Petőfi Sándor lelki világára és költészetére. Verseiben megtalálhatóak azok az epizódok, amelyek a szabadságharccal kapcsolatosak, a magyar nép élete és az ő saját sorsa is. Полуживого потерявшего сознание русский солдат, и таким образом он попал в русский плен и оказался вместе со своими товарищами в Сибири. Значит, баргузинские жители называли его Шандором Петровичем. Петрович Шандорнак, или Александрнак невестик, tudták róla, hogy egy távoli országból érkezett franc király alattvalójaként népének vezére volt, és ebben a harcban esett el. Eliasov professzor a általa összegyűjtött ismeretek alapján, és miután megtudta, hogy Petőfi Sándor családi neve Petrovics volt, rájött arra, hogy ez nem lehet más, ez a költő, csak Petőfi Sándor. Petőfi élete Szibériában lényegében 1850-es években kezdődött, tehát ez már 160, több mint 160 éve. Az emlékéről, illetve a szibériai ott létéről már híreket hoztak haza azok a foglyok, akik szabadultak és visszatértek Magyarországra. Ők találkoztak, tudták, hogy Petőfi Sándor Szibériában élt, illetve él. Feltételezhető az is, hogy olasz rabtársai hazaérkezve magukkal hoztak Petőfi költeményeket. Ezt az is alátámasztja, hogy Armando Lucifero, olasz fiatalember 1878-ban egy eposzt írt, amelynek címe Petőfi Sándor Szibériában. Ebben az eposzban egyes szám első szemében Petőfi Sándor meséli el az életét, olyan részletességgel és olyan művészi eszközökkel, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy tőle kellett, hogy származzanak az információk. Ez a olasz kézirat Magyarországra került, és meg is jelent könyvalakban 1999-ben.
Ну, известно, что венгерское правительство где-то около 1855 года подняло вопрос перед царским правительством о возвращении. Документумокkal lehet alátámasztani azt, hogy az 1850-es években Magyarországról érkezett a cári Oroszországba egy felkérés, hogy a ott raboskodó hadifoglyokat hazaengedjék. Megvannak azok a dokumentumok, amelyek a hadifoglyok fölmérését, illetve összeírását dokumentálják, hogy melyik körzetben hány osztrák alattvaló van, és készültek nagy valószínűséggel arra, hogy ezeket a hadifoglyokat szabadon engedik. Amikor ezek az összeírások már készültek, az 50-es évek végén, 1850-es évek végén készültek el, ezeken már Petrovics nevet nem találjuk, hiszen ő 1856-ban meghalt. Который Петев написал уже в сибирской ссылке. Нами найдено 6 стихотворений Петефи. 6 Petőfi verset tartok most magamnál. Ebből az elsőt magyar nyelven írta, 1851-ben írta Szibériában, Vengerka Szeloban, tehát magyar faluban. Ebben a magyar nyelven írt versben föllelhetők Petőfi tipikus gondolatai, érzései, szabadság iránti vágya. Egy következő versében már, amit orosz nyelven írt, hiszen kezdetben valószínűleg nem beszélt oroszul, de később megtanult, leírja azt az utat, amit a ősei, a magyarok valamikor az ázsiai pusztákból egészen a Dunáig megtettek, és neki az a sors adatot, hogy ezt a utat visszafelé is végigjárja, tehát mármint Szibériába, Budapestről, a Duna mellől. A magyarországi irodalom kutatók fölvetették többször azt, hogy de vajon van-e Júliához írott verse, és az egyik ilyen vers, amit legutoljára találtam, illetve kaptam egy volt barguzini lakostól, ez a vers bizony Júliát és a szerelmet és a Júlia iránti szerelmének a föláldozását a szabadságért mondja el. Most ezt felolvasom oroszul, ezt a verset. На русском языке оно звучит так. Воет и гудит осенний ветер, шумит на ветвях мертвые листва, как на руках раба звенят оковы цепи, так ветер вдаль умчит мои слова. О, Юльча милая, отрава черную съедает мысли мою душу, сжимаясь рану сердца, я бежал, истекая кровью, за вольность я пожертвовал тобою, ценою смерти я готов вновь вернуть свою забытую любовь. О, Боже праведный, я волком взвою, твой взор пронзил меня насквозь блистательной голубизною. Szabad fordításban körülbelül így hangzik ez a vers, hogy dühöng a őszi szél, zörögnek a fákon a falevelek, mint a rab kezén a bilincs. Ó, Juliskám, nagyon nehéz arra gondolni, hogy elhagytalak, föláldoztalak téged és a szerelmünket a szabadságért. Most, hogy rabságban vagyok, hajlandó vagyok az életemet azért áldozni, hogy szerelmünket megmentsem. Mint farkas ordítok a távolban, hogy milyen keserű sorsot értem. Эти стихи уже изучались многими, значит, венгерскими. Петőfi orosz nyelvű verseinek egy részét Nehéz Mihály fordította le, és ezekből a versekből analizált, vizsgált meg Szuromi Lajos debreceni verstantanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora ezeket a verseket, és egyértelmű következtetésre jutott, hogy ezeket a verseket vagy egy csodálatos utánzó, vagy csak Petőfi Sándor írhatta. Megtalálta ezekben a költeményekben jellegzetes Petőfi vonásokat, és a végső következtetése az volt, hogy szinte biztosra vehető azt, hogy ezeket Petőfi Sándor írta.
В небольшой радиопередаче я, естественно, не могу рассказать о всех наших находках, а там и были очень интересные вещи. Например, мы детально знаем, как Петефи был ранен в битве под Шигишваром. Teljes biztonsággal tudjuk azt is, hogy Petőfi a utolsó csatában milyen sebesülése, milyen sérüléseket szenvedett, mielőtt hadifogságba került. Tudunk arról mi is, mint ahogy ez már kiderült, a osztrák és a orosz állam közötti titkos megállapodásról, hogy a magyar hadifoglyokat Szibériába minél távolabbra szállítják. Megtaláltuk azokat a dokumentumokat, ahol az orosz állami vezetés fölkéri az egyes községek vezetőit, hogy nyilatkozzanak, hány hadifoglyot tudnak befogadni. Ezeket a válaszokat is ismerjük, valamelyik község többet, valamelyik kevesebbet volt hajlandó, hiszen már voltak hadifoglyok akkor Szibéria falvaiban, de egyértelműen nyomon lehet követni, hogy a magyar hadifoglyok is, mint osztrák alattvalók, hová kerülhettek. Igen, elmondhatjuk azt is, hogy amikor Petőfi földi maradványait megtaláltuk, igen, még mielőtt a feltárás elkezdődött volna, számunkra nagyon fontos információkkal szolgáltak azok a elbeszélések, amelyeket a első világháború után Oroszországban élt hadifoglyok, magyar hadifoglyok meséltek el, hogy ők Szibériában találkoztak Varguzin községben Petőfi sírjával, többször meglátogatták a sírt, tisztelettel adóztak a költőnek, de lengyel menekültek, illetve visszatérők is a Petőfi szibéri életének egyértelműen az igazolását szolgáltatták. Višnyevszky, Malinovszky konkrétan tudjuk, hogy elmesélték Budapesten, átutazóban voltak, hogy ők találkoztak, és üzenetet hoznak Petőfi Sándortól. De a helyi lakosok is elmesélték, hogy emlékeznek arra, hogy az első világháború után a környéken szerveződő magyar csapat, akik ugye akkor a szovjet köztársaság vagy a szovjetek mellett, a vörösök mellett harcoltak, rendre összegyűltek Petőfi sírjánál, és ott Petőfi forradalmi verseit szavalták, és emlékeztek rá. Jelentős fordulatot jelentett a Petőfi kutatásban Morvai Ferenc által szervezett expedíció, amely 1989-ben érkezett Varguzinban, fölkészülve a dokumentumokra és a elbeszélésekre támaszkodva abba a temetőbe, ahol vélhetően Petőfi sírja volt. Magyara Sándor Petrovics. Első nap megtaláltuk Kükelbeker dekabrista forradalmár sírját. Egy régi fénykép alapján be tudtuk azonosítani, hogy milyen irányban fekszik Petőfi sírja ettől a helytől, és így szinte pontos, megjelölt helyen kezdtünk Petőfi sírjának a feltárásához. Így действительно, на этом месте 17 июля 1980 két napra rá, július 17-én föltártuk a sírt, és megtaláltuk azt a csontvázat, amely csontváz 26 jegyben teljes azonosságot mutatott Petőfi ismert biológiai jegyeivel, hiszen a kutatócsoport felkészülve érkezett, összegyűjtötték mindazokat a jellegzetes jegyeket, vonásokat, amelyek ismertek voltak Petőfiről, és a föltárás után a antropológus bizottság egyértelműen tanúsította és jegyzőkönyvbe vette, hogy ez a csontváz egyetlen egy jegyben sem különbözik Petőfi ismert jegyétől, ez azt jelenti tehát, hogy őt találtuk meg. Если вы найдете такой зуб клык, значит ваше открытие состоялось. Petőfinek egy nagyon jellegzetes szemfoga volt, a bal felső szemfogát mindenki említi, különleges. Az én tanárom Alekszejev, aki figyelemmel kísérte a kutatást, felhívta a figyelmemet arra, hogy ha a koponyát megnézitek, ha ez a fog ott van, akkor szinte biztosak lehettek abból, hogy Petőfit találtátok meg,
és így is volt, a kiemelt koponyán ott volt az a különleges szemfog, ami szintén bizonyítja, hogy Petőfi Sándor feküdt a sírban. Ну и вот буквально недавно, вот я почему из Бурятии приехал. A Burját Tudományos Akadémián megismételtük az összehasonlítást ugyanezzel az eredménnyel, majd 1990-ben Moszkvában történt egy harmadik egyeztetés. Én a Magyarok Világszövetsége meghívására érkeztem Budapestre, azból a célból, hogy megerősítsem azt a gondolatot, hogy a kutatás eredményei alapján egyértelműen az a feladat, hogy Petőfi Sándort el kell temetni, nincsenek kérdések, nincsenek kérdőjelek. Úgy gondolom, hogy lehet ezt az eredményt erősíteni, ahogy történt is egy csehországi intézetben szuperprojekció segítségével beillesztették Petőfi koponyájának másolatát, annak képét Petőfi ismert arcképeibe, illetve fényképébe. Egyértelmű igazolást találunk tehát, mint ahogy annak idején mi Oroszországban II. Miklós cárnak is azonosítottuk a földi maradványait ezzel a módszerrel. No, и в результате мы получили через 25 лет после раскопок. 25 év után is elmondhatjuk egyértelműen, hogy a Bargozinban feltárt csontváz Petőfi Sándor csontváza egyetlen egy jegy sem mond ennek ellen. Ezért gondoljuk, hogy a végső megoldásnak minél hamarabb be kell következnie. Én ezek után csak üdvözölni és biztatni tudom a magyar népet, hogy a biztos eredmények tudatában temesse el nagy költőjét, aki nem csak a magyar, hanem a világ irodalom egyik legnagyobb személyisége, egyénisége volt. Fehér zubbonyban, sötét nadrágban az úton futok, hátam mögött. Vive la République! Két ló dobok, a hátam mögött. Vashegyek futó célra hajlanak, csidálja végét, kengyelbe akasztja a két lovas. Most szembe fordulni. Bibla, szembe fordulni. Fehér zubbonyban, utolsó ruhám, kengyelbe akasztott, dzsidák előtt, Vive la République, szembe velem, vív, lovak dobognak, és senki sem. Ne, csak így ne, hogy nem látja senki, nem így akarom szembe fordulni. Nem látnak, nem tudják, csak dobogás, hisz nem is látják. Senki sem látja, hogy szembe fordulok, így szúrnak belém. Vive la République! Így szúrnak belém. Senki. Lovak dobognak. Nem. Ne így legyen. Vive la. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották.
Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.